A helyzet az az, hogy a mai napon egy olyan autót fog bemutatni, ami az egyik kedves barátom újdonsült autója, és hát ő joggal, de nagyon büszke rá. Ez egy... Jó, azt leszeretném szögezni, hogy ez nem egy hivatalos tesztvideó, vagy mit tudom, én nem is fogok ilyennek felvágni, csak egy baromi jó élményautó, és most látom másodszor, már vezettem is, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor bemutatjuk, hogy ilyen is van. Ugye itt vagyunk Ausztriában, és ez egy Mercedes E-osztály 1.6-os motorral, hogy van ez, Martin? E-200. E-200, és 1.6-os motor van benne, és hány lóerő? 160 lóerő. És hát látjátok, ez egy kombi E-osztály, ami ugye mostanában kombit vezettem a Ford Mondeo után, de hát azért ez egy kicsit más dolog, ez nem 8800 eurós autó. Ez mennyibe mennek nagyjából ezek? Hát olyan 50 és 70. 50 és 70. 1000 euró. Aha. És azt mondd meg nekem, hogy mennyi kilométerre sikerült ezt vásárolnod? 32 000. És a Pappasba? Így van, a Pappasba. Van ilyenkor olyan, hogy mit tudom, átvizsgálják, vagy ilyesmi, vagy ez mondjuk egy gyárinak mondható autó? Mert hát, külsőre, belsőre majd mindjárt meglátjátok. Így van, hát mivel 3 év garanciát kaptam rá, így nem igazán. Gyere, közben nézzük körbe. Nem igazán aggódok. Ez a felni, ez... Te atya úristen, ugye ez egy 19-es felni, és ez egy ilyen AMG kivitel? Így van. Az AMG-nek egy viszonylag újabb felni típusa. Mondhatjuk, hogy te azért hasonló dolgokban dolgozol. Így van, így tehát van. A felni az közel áll hozzád. Felniket igen, csak hát tervezel? Tervezek is, építek is prototípusokat. És ezzel volt dolgod? Ezzel nem. Nem volt dolgod? Nem. És... azt mondd meg nekem, hogy mondjuk, ha ezt a oszt minden ide forró itt minden, ha ezt a felnit mondjuk én meg akarom venni, mert mondjuk lepatkázom, és nagyon csúnyán lepatkázom, igen. És gondolom, azt nem 5000 forintra javítják, mint az enyémet. Mennyi? Az újjára az olyan, azt hiszem, 1790. Aha, jó, hát akkor ilyet nem fogunk lepatkázni, igen? Srácok, az már egyszer biztos. Mi se szeretném megvenni. Sötétített üvegezés, nyilván ez gyári, van üvegtető, azt majd bentről megmutatjuk, mert innen csak az látszik, hogy ugye fekete. Mit érdemes még róla így külsőre? Tolató, parkolóradar, gondolom elől is kamera. Van kamera, igen. Hátul is van kamera. És gyönyörű, szép, tiszta, tehát hogy a Martin erre direkt figyelt, hogy ám ne, hogy ám itt ez nagyon csúnyán nézzen ki, és dízel. Lehet azt már mondtuk, hogy dízel, de mennyit fogyaszt? Mert azt múltkor voltatok Horvátországban vele, hozzá sem erre kérni az autóz. 5 liter? Átlagfogyasztásban azt mondanám, hogy ilyen 5 liter, de csak autópályán egy teli tankkal, ami 66 liter, olyan 1400-1450-et elmegy. És ugye, hogy van itt ilyenkor? Te is egy évre kapsz csak, vagy hogy van ez? Meddig kapsz te erre műszakit? Először, ugye amikor forgalomba helyezik, 3 évre, aha. Utána 2 évre, és utána kezdődik az évente. Ja, tehát akkor én most a 2016-os Mondeommal minden évben akkor mehetek. És mennyire szokták megszivatni az embereket? Közben kinyitom hát, itt a motorháztetőt, nézzünk már bele. Mennyire szokták megszivatni az embereket, hogy hát, javítgatás... Ez attól is függ, hogy hova viszi az ember. Aha, tehát, azért itt is megvan az okosság. Srácok, most októberben jár le? Akkor már szeptemberben kell vinnem az enyémet. Így van. Hát lehet vinni szeptembertől, de itt ugye van az a plusz 4 hónap, hogy lejárt, a műszaki lejárta után, aha. Még 4 hónapig vezetheted, de csak Ausztrián belül. Hát akkor vinnem kell, mert oké. Okay. Igen. De jó, hogy ezt tudom. Na hát benézzünk, nem is tudom, ez egy Renault motor? Így. Elméletileg most már saját motorja a Mercinek, aha. De eddig az 1.6-os dízelek azok Renault motorosok voltak, igen. Jó, hát itt nem tudom, te mennyire vagy ilyen olyan, hogy mindent tisztítgatsz? Hát eléggé amúgy, most ezt nem is értem, hogy került ez a be. Hát figyelj, ne arra, ugye. Nem tudom, látszott-e a kamerában, itt volt egy levél. Igen. Szörnyű. Úristen. Martin, ne haragudjál már, de most én... Hát jó, hát sok mindent igazából ezen se lehet látni. Az biztos, hogy ez egy ilyen újabb autót, ez pár év múlva, ez nagyon jó lesz szerelni. Ugyanúgy, mint sok másik hasonszörű autót, ez is
ha belenéztek, igazából tele van mindennel. Nem tudom a Merciknél ez hogyan van, mert ez is kétélű, mert valahonnan azt hallom, hogy egyébként ezek az ilyen 15-től, ezek nem olyan problémás autók, valamelyik meg baromi problémás, szóval nem tudom, hogy sok év múlva, amikor lesz benne mondjuk 200 ezer, Magyarországon meg 150, akkor mondjuk mennyire lesz problémás, de az biztos, hogy eléggé macera lesz ehhez hozzáférni. Olajfolyás, az mi? Nem vicces. Láttátok volna Martin fejét? Hát jó, hát ez tényleg egy basszus, egy full új autó. Na és aztán milyen érzés volt, amikor átvettétek az autót? Így csukom le, ugye nincs gomb? Nincs gomb. Milyen érzés volt? Hát leírhatatlan. Meg kicsit felfoghatatlan, egy ilyen autón lett. És ezt láttad? Igen, azt én nekem sikerült szereznem. Egy kőfeverődés? Így van. Kőfeverődés történt. Szóval milyen volt a dolog, amikor mondjuk az volt, hogy oké, jöhettek az autóért, holnap azt hiszem délre mentetek érte. Így van. Milyen érzés volt? Hát nem sokat aludtam este. Vártuk nagyon. Kicsit más volt, mint... Lehet rosszul csuktam amúgy, igen, de nem néztem. Akartam lecsapni, mert a végén te lecsapod, jó? Igen. Hát más kategória volt ez a papásznál az átvétel, ahogy fogadtak minket, ahogy ki volt állítva az autó. A feleségem kapott egy gyönyörű szép virágcsokrot, én csak egy kulcstartót, de nem baj. De mert is egy ilyen... Kis aranyos érmének. Megnézted már Vintiden mennyibe kerül? Hát nem tudom, pár euró, két eurós kulcstartó. Akkor már megnézted, jó? Úgyhogy ja, jó érzés volt nagyon. Nekem figyelj, amikor én vettem át a Mondeót, akkor ott se volt az eladó. Vagyis konkrétan az eladó volt ott, késett, majd hozta még vagy a téli gumikat, vagy nyárit, már nem is tudom, csomagtartóba. Kipakolta oda, a szevasz. Viszont korrekt volt, ezt mondtam abban a videóban is, hogy nekem elengedte azt, hogy az egyik felni meg volt marogatva néhány helyen, és akkor elengedett 200 eurót. Úgyhogy, ja, ezek meg ilyen, gondolom, minden tudó lámpák. Annyira amúgy nem, mert a Mercinek amúgy ez a multibeames lámpája a jobbik. Aha. A célnak megfelel. Ja. De erre mondtad, hogy annyira nem, mondjuk a Volkswagen Passatod volt előtte, annak Matrix LED-es lámpája volt, az ettől jobb volt. Ja. Hát jó van, de azért nem panaszkod. Vagy ha gondolod, nem. Figyelj, a Mondeóban is ilyen kanyarkövetős lámpa van, cserélhetünk. Egy-egybe, simán. Most már kellően mindjárt oda nézzetek fel, ugye? Ugye? Itt minden nap mostanában ez van. Szóval üljünk be, és akkor nézzük meg bentről. Talán még annyit, hogy előtte nézzük meg akkor a hátsó ülést. Nyilván makulátlan az egész autó. Hát nem tudtuk, hogy Martinért se kell, vagy Martinnak se kell messze menni a hát most ebből a mondatból, hogy jövök ki, Martin, mondd el nekem. Sehogy? Nem tudom, mire gondolsz. Hát arra gondoltam, hogy te is szereted kitakarítani. Ja, igen. És akkor mögötted nekem ennyi hely van. Ó, és végig panoráma tető, te jó Isten! Hát azért, ja, ezt a gyerekek összerugdossák? Minden nap. Jó van. A csomagtartó, nem tudom, hogy azt most megmutatjuk, de hát... Ja, és ahogy csukódik. Én ilyen, tudod, milyen szakmát választanék? Ajtócsukó. Mercedes ajtócsukó. Szóval... Hát itt is azért, és magától, ezt akkor nem is kell húzni. Azt nem. Itt magától csukódik. Hát, hogy ebből mit láttak, inkább vágóképeken mutatjuk, de nem olyan hatalmas, de bőven elég. Mondjuk télen azért jó lesz ez a szőnyeg itt. Nem akarsz venni ilyen izét? Gumitálcát? Térre, de lesz. Gumiszőnyeg, gumitálca lesz minden. És akkor gombos, ez is, és akkor ez visszacsukódik közben? Van. Este mindenit! Na jó, srácok, beszállunk, mert nézd meg, mi van ott? A pokol tüze, ég. Nézzétek meg, amennyi látszik belőle, eléggé kis helyünk van most, mert tényleg be kellett csukni mindent. Szóval van nekünk egy ilyen szép fényünk, ez ugye az E-osztályhoz már hozzátartozik. Mondjuk nem tudom, lejjebb C-nél van, nem tudod, Martin?
Hát ez jó kérdés. Mert szerintem ez még nincsen. Ugye digitális minden, de jó, hogy lemostad, nézd meg. Én már az eső. Tehát digitális minden, és így az extrákról nem nagyon beszéltünk, ugye automata, ez a kormány is, ez is egy ilyen AMG-sebb, az Isten se tudja. Ugye kívül belül AMG pakettes. Aha. Ez miatt ilyen ugye a kormánya is. Aha. És akkor ide hogyan vetítesz ki bármit? Melyiket nyomjam? Azt az oldalt, így van. Ezt a kormánynak a bal oldalával irányítod azt a részét, a kijelzőnek a jobb oldalával. És ilyen touch-os izé hallod. Oké, és akkor hol van az, hogy így meg tudom... Aha! Ezt szeretném. És akkor itt át tudsz menni ilyen nagyon komoly zékba? Uh-huh. Itt már akkor vigyáznod kell oda, mert ez már GT. Azt a mindenségét. Jó, tehát minden ló szart itt tudsz tulajdonképpen irányítani. Nem volt az az érzésed, amikor először mondjuk vezetted, hogy úgy elveszel? De, nagyon. Ugye? És ez még most is megvan sokszor, amikor elkezd pittyegni, meg egy-két dolgot kiír. Lehet, hogy elállogatom ám közben. Nem. Na, alapvetően milyen extrák vannak? Gondolom kormányfűtés, ülésfűtés, tempomat, milyen tempomat az? Távolságtartó tempomat. Kormányfűtés az amúgy nincs. Nincsen? Azon kívül, hát elég megnyitottam sok extra van is. Benne. Sok extra? Mik vannak? Gondolom akkor azt beszéltük, hogy tolatókamera, minden van. Jóisten. Erről is van benne kamera. Uh-huh. Itt elő van kettő is, itt van egy érdekesebb kamera, itt a tükör mögött, aminek az a funkciója, hogyha megállok egy kereszteződésbe, és én vagyok a legelső a lámpánál, aha, akkor bekapcsolja ezt a kamerát, kivetíti erre a monitorra, uh-huh, és nem kell igazából előre hajolgatnom, hogy lássam a lámpát, hanem jaj, a kamerán keresztül látom, hogy... Nem érzed, hogy ez egy kicsit butaság? Fölösleges extra, ja. Én már használtam, vettem ugye, nem én kértem bele, de jó. Én Mercedes. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine große Schwanz. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Na, mit akarunk? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Fahr mich nach Hause. Ich berechne die Route. Route? Bitte fahre zur angezeigten Route und sofort... De mit? Kivetít valamit? Vagy mi a jó Isten? Így van, itt bekapcsolja a kamerát, és igazából élőbe, amit vetít kamerát, azon mutatja ilyen 3D-s nyilakkal, hogy hol, merre kell menni. Ezt a mindenit, tényleg ilyen hülye biztos. Ha. Komoly. De egyébként ez jól tud jönni akkor, amikor olyan helyen vagy, ahol még mondjuk nem voltál. Ja. Sajnos most kicsit sötét van, de láthatjátok, hogy ilyen nem tudom, hogy ez most mit beszéltünk múltkor, ez igazi fa, vagy ilyen? Hát valahol azt írják, hogy igazi fa, valahol azt írják, hogy műanyag. Uh-huh. Jól néz ki. Jól néz ki, ja. Baromi jól néz ki. Egy tök jó kis extra benne. Igen. Ha hőmérsékletet fölfele akarom állítani. Most szerintem lefele áll is, mert... Igen. Ja, de akkor elkezd el kéne indítani, akkor az én oldalam átvált pirosra. Hogy ott röffentem? Yes. Ezt te mindenit. Jól látom, izé is van benne. Igen? Akkor most? Eljöttünk a hőmérsékletre. Úristen, de jó. És átvált pirosra. Ja, de csak az oldal. Hát igen, mert ugye így akkor látjuk, hogy én állítottam, de ha nálad állítom... Tetoválása van, nem zacskót hord, igen. Nem ez a dizájnik, nagy az igyétek. Hát ez komoly. Ez az olyan ülés, nem tudunk kiszállni, pedig úgy megmutatnánk. Ez az ülés, ez semmi extra. Hát mondjuk azért, igen, de ez full műbőr, vagy bőr, vagy... Alcantara, ahogy tudom. Alcantara. Úgy hívják, hogy a széle... F1 váltó. Nem pedig... Aha, hát biztos látszik, srácok. Sajnos kint akkora vihar van, hogy így nem tudunk kiszállni, be vagyunk zárva. Vagy nincs? Na várja, kinézünk. De, Jézusom, te Martin, te mibe keveredtünk? Figyelj, mit szólsz, hogyha oda beállok, ahol mondjuk nincs ez? Mert nehogy nekünk repüljön valami. Na, akkor egy gyors tesztet is láthattok, srácok. Ja igen, és nem elektromos az ülésállítás. Jó, és akkor így tesszük be D-be. Kicsit áttálunk, mert kapjuk a köveket. Jézus. Ó, de ez annyira,
annyira lehetne neki adni a gázt. Mármint értitek. Jó, nem kötöttem be magam, úgyhogy csak idáig jövünk, de nézd meg, mi van itt. Hát ez... Jézusom. Figyelj, milyen jó, hogy egy 10 perccel előbb történt ez, mint hogy ide értünk. Na, hát az Isten se tudja. Szerintem nagyjából megmutattunk mindent, nem? Pébe van. Az érdekesség. Mondanál még valamit, Martin? Meddig lesz meg ez az autó? Mit, hogy érzed? Egy ideig biztos, hogy meg lesz. Ha kell, néha a változatosság elcserélhetjük. Jó, hát egy két hetente cserélünk. Vagy a Fiesta-ra is cserélhetünk. Hát a Fiesta az van. Ja. Van nekünk is, köszi. Akkor a Mondeóra. Az is jó, automata. Szét fogod adni. Na, hát köszi, Martin, hogy egy kicsit így megmutattad. Várjál, már itt van a kamera. Hoppá! Look at this! Nem, mi? Az a parkolás. Ja, hogy akkor ő is keresi a parkolóját. Ezt próbáltad már bármikor? Próbáltam, és soha nem mertem befejezni. Ne, nekem is van ez a Mondeóba, hát meg nem, tehát, hogy így nem. És akkor ez meg hűthető, fűthető? Igen, meg ott tudom, hogy a telefont összecsatlakoztatni. Ja. Ez te mindenség. Jaj, de ez is milyen... Ó, olyan jó érzés. Te hallod, szabályosan mozog az egész autó, csak mondom. Aha. Mi van, mindjárt felkap minket a forgószél? Lesz nekünk nem ulas. Na, srácok, elköszönünk, mert gyorsan beállunk a garázsba. Így van. Vagyis megpróbálunk, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Ez egy ilyen... Hát bemutattuk kicsit ezt az autót. Jézusom, Martin, mi van itt? Nem tudom. Nekem még ki kellem szánom? Hátul van egy kamera. Aha, tudom. Na jó, találkozunk majd. Köszönjük Martinnak, hogy megmutatta nekünk ezt az autót. Ez nem is azért készült, hogy itt most vagánykodást legyen, vagy ilyesmi, csak egy ilyen olyannak, aki nem ért hozzá az autóhoz, egy ilyen, mármint nekem, egy ilyen jó élmény volt ezt így kicsit kibogarászni, hogy mi van ezzel az autóval. Találkozunk majd, srácok. Én most, amikor ezt látjátok, nem vagyok itthon. Írjatok szépeket, kedveseket a Martinnak, aztán majd Tali. Szevasztok. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.